Szerintem már nagyon sokan várják, hogy elkezdődjön a Budapesti Tavaszi Fesztivál. Március 30-a az az időpont, amikor kezdődik, ez lesz már a 38. és programajánlót fogunk most röviden tartani Bán Teodórával, az ügyvezető igazgatójával a fesztiválnak, illetve Kál Csabával, a MIPA vezérigazgatójával. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Hát, jó reggelt. Mert hogy nem tudjuk végigvenni nyilván 40 helyszínen több mint 150 program. Ha mindenkinek csak egyet lehet mondani, akkor mi az, ahol biztos, hogy ott fog ülni? És nem hivatalból, ez hanem nem mert... Ez volt a legnehezebb kérdés. Van olyan este, ahol egyszerre három programon ülünk, beosztva a felvonásunként. Jó, akkor kettőt lehet mondani. Hát én szerintem mindenképpen a nyitó előadás Lisztnek Szent Erzsébet legendája. Ugye most nagyon érdekes a fesztivál, mert a húsvétot is felöleli. Pontosan nagy pénteken kezdődik a fesztivál, és hát próbáltunk olyan művet találni, ami nem úgy sablonos, hogy általában a nagy passiókat szokták húsvétkor játszani, ami csodálatos, de mivel nekünk Liszt állandó tematikánk, Liszt Ferenc művészete és tulajdonképpen az élete is, ezért választottuk a Szent Erzsébet legendát, ami egy monumentális mű, ezt mindenképp meg kell nézni. Dóri? Én is mondjak, így van. Hát talán nagyon izgalmas az, hogy az idei fesztiválnak, mindamellett, hogy nagyon gazdag a kínálata, olyan zongoraművészeket sikerült megnyelni így sorba a világ különböző pontjairól, akik azt gondolom, hogy egy igazi kuriózumot is jelentenek így a fesztiválnak, Hucsabangtól kezdve Trifonovig, és jó néhány olyan művész még, akiknek mindenképpen azt gondolom, hogy itt Budapesten való fellépése az egy ünnep lehet, és egy fesztivál. De ha kell mondanom, akkor ugye az új helyszínek, meg az új tematikák azok többnyire örömet jelentenek nekünk is, meg egy kis felfrissülést is, mind a mellett, hogy egyébként egy fesztivál minden évben új és új, hiszen nincsenek ismétlések benne, mert pont erről szól a történet, hogy olyan ős bemutatók és olyan új produkciók, új művészek is érkezzenek, akiket mi fel is fedezünk, tehát így egy kicsit így egyszerűsítve a dolgot, akiknek aztán a jövőben lehet, hogy ebből építkeznek majd a karrierjük is. De hogy van egy Zsabő fesztiválunk például, egy mini fesztivál, ahol a Nemzeti Múzeumot vontuk be, és a Frestecsics palotát, valamint az Uránia Filmszínház is be van vonva most 6 új produkcióval. Tehát, hogy így terjeszkedünk, mert hogy ugye az a cél, hogy minél szélesebb közreműködői kör legyen, tehát a művészek minél többen legyenek, minél több helyszín kerüljön bevonásba, mert azáltal tudjuk minél szélesebb közönségi rétegnek is nyújtani ezeket az élményeket. Tekintettel arra azért, hogy hatalmas világsztárokat foglalkoztatnak és hívnak meg azért évről évre a tavaszi fesztiválra, hogyan kezdődik el ez a munka? Mennyire gondolkoznak például előre? Tudják-e például azt, hogy már 2019-ben, 2020-ban mi lesz? De vagy az ideit hogyan szervezték meg? Hát az ideit, azt már tulajdonképpen 3 éve szervezzük. Ahhoz, hogy egy nemzetközi rangú ilyen prémium kategóriás fesztivál legyen egy fesztivál, ahhoz kell körülbelül ennyi előkészítési idő. Ugye jó pár koprodukciós projektünk van, amit hát el kell kezdeni, megiratni, színre vinni, az énekeseket, zenészeket összerakni. Ilyen például most ugye Leonard Bernstein 100 éves idén, úgyhogy ő is egy téma, és az utolsó operáját, a Quiet Place című nagyon izgalmas és bizarr operáját fogjuk bemutatni a Noye Open Wien-nel közösen. Ezt 3 éve kezdtük előkészíteni, meg kellett találni a megfelelő énekeseket, ez egy nagyon nehéz darab, tehát olyat kellett kiválasztani, és hát más, mondjuk Kurt Elling, ez világhírű jazz énekesre, és vadászunk már jó ide, vagy Natalie Dessay, akit már szerettünk volna 5 évvel ezelőtt megcsípni. Tehát ez egy ilyen nagyon komoly előkészítés és vadászat. És hát tulajdonképpen a partner fesztiválok is ezt elvárják tőlünk. Ráadásul ugye a program hirdetést is, hát az a helyzet, hogy már a jövő évi program 80%-ban elkészült, tehát jövő évben. De azért gondolom, hogy a fesztivál egyre népszerűbb lesz, egyre könnyebb is ilyen világsztárokat idehívni, ez érzékelhető, hogy
neves és hát, szívesebben jönnek? Igen, de ez már nem kérdés. Tehát. Igen. De ez nem feltétlenül a fesztiválnak köszönhető, hanem annak, amit egész évben tud produkálni egyébként ezek az intézmények, mind a Művészetek Palotája, az Operaház, a Vigadó, a Zeneakadémia, tehát azt gondolom, hogy ez az alapok azok évről évre épültek fel, meg önmagáért is beszél, az 38. fesztiválról beszélünk, és egy olyan brandje már a városnak, meg szoktuk azt mondani, hogy nem is fesztivál tulajdonképpen, hanem egy igazi workshop, ahol igen, egy ilyen arzenálja van, egy ilyen hatalmas eszenciája annak, hogy mi van ebben a városban, és ez azért nem mellékes a kulturális turizmus területén, hiszen az emberek, amire elmozdulnak valahova, vagy desztinációt választanak, az általában az a termékfejlesztés, mint ami most így csúnyán fogalmazva azért a kultúra egyfajta erőforrása, gondolom. Ezt tudjuk, Budapesten. Hogy a fesztiválozóknak hány százalék a külföldi és mennyi magyar? Hát ennek több adata is van, egyébként műfaja válogatja. Igen. Úgyhogy van olyan műfaj, ahol mondjuk 10%, de van olyan, ahol 30. Uh-huh. Ez attól függ, hogy milyen produkció. De egyébként ez még olyan szinten is nehezen mérhető, hiszen a turizmus szokások megváltoztak, de mindenki tudja, fölmegy az internetre, nézeget különböző régiókat, és hogyha ott van számára olyan érdekes program is, amit igen, ő szeretne megnézni, akkor egy hétvégére oda megy. Uh-huh. És leginkább így mérhető az internetes jegyvásárláson keresztül. Igen, nem figyeljük. Meg igen, tehát hogy egészen a klasszikustól mondjuk a jazzig és a könnyűzenéig is megtalálható, mert ugye különböző korosztályok megérdeklődési körök számára is, tehát Liszttől DJ Buciig, vagy egészen a jazz ünneptől ott vagyunk, Rost Andrea és a lányának az előadásáig, vagy Balázs Elemértől az Infusionig, vagy mint ahogy így említettük, Vengerovnak, aki elhozza a fiatal tanítványait, és a Fischer Anni ösztöndíjasoknak is, tehát hogy nagyon széles és nagyon komplex az a konstrukció, amiben azt gondolom, hogy nekünk nagyon komoly feladatunk van, mindkettőnknek, mind a fővárosnak, mind a minisztériumnak is ebben a szerepvállalásban, hogy kiket tudunk megszólítani, és kik tudnak olyan lehetőséghez jutni, hogy bemutatkozhassanak. Hát nagyon kíváncsian várjuk, és még egyszer akkor mondjuk el az időpontot. Március 30-ától. Még lehet jegyeket kapni, vagy? Van, amire nem. Hát, Bodo Viktorra most éppen nem már. Már két nap alatt elfogytak, de még azért van. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.